A mai este folyamán négy minősített projektet fogtok látni a projektek gazdáitól, a projektek megvalósítóitól. Négy pedagógus fogja bemutatni a saját projektjét. Olyan szerencsénk van, hogy a mai este átfogja igazából a közoktatást, tehát indulunk a legtetejéről, tehát technikusi, szakgimnáziumi szintről, és egészen visszafelé, tehát az alsó tagozatig fogunk eljutni. Minősített projektekről beszélünk, mit is jelent ez dióhéjban. Ez azt jelenti, hogy ezek a projektek valamennyien megfeleltek magas projektmódszertani kritériumoknak, tehát magas szemvonalú projektek, tehát mind a tervezésben, mind a megvalósításban, projekt eredményekben, projekt termékek terén, illetve a projektben résztvevők közötti együttműködésben, rendszerint nemzetközi együttműködésben magas színvonalat értek el, illetve ide vehetjük még az IKT eszközök használatát is mindenképpen. Hadd mutassam be az első előadónkat, Tóth Évát. Valamennyien tapasztalt e-twinningezők, Éva is közéjük tartozik. 9 éve készít e-twinning projekteket, 20 projektet, több mint 20 projektet készített az elmúlt években. E-twinning nagykövet Budapest környékén. Angol nyelvtanár, emellett a Modern Iskola magazinnak a szerkesztője is, és szakgimnáziumban megvalósult, technikusokkal, szakgimnazistákkal megvalósított projektet fog bemutatni. A projektről még annyit el kell mondanom, hogy az e-twinning Magyarország versenyen, ami 2020 októberében zajlott, a középiskolások kategóriában megosztott első helyezést ért el a Budai Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos szakgimnáziumának a projektjéről van szó, és szeretném átadni Évának a szót. Éva, tiéd a szót, és akkor mutasd be a projektet. Nagyon szépen köszönöm Ivajának a kedves bevezetést, amivel igazából le is lőtte az első diámat, amivel készültem volna. Annyit javítanék, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, de valóban mindent elmondott rólam, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel az Our Culture is Our Gift című projektemnek a bemutatóját. Annyit érdemes még tudni róla, hogy ez egy eTwinning Europeana projekt volt, ami hát egészen egyszerűen azért, mert a Europeana adatbázis használtuk fel, de erről lesz még szó. Miről is szól a projektünk? A munkánknak a célja az volt, hogy ez a 6 hónapon áttartó együttműködés során mindegyik hónapban más-más demokratikus érték és egy ahhoz kapcsolódó nemzetközi jog állt a középpontban, és ezeket szerettük volna a diákokkal megismertetni egy-egy híres nemzetközi világnaphoz kötve. 5 hónapra terveztük, végül olyan 5-6 hónap alatt sikerült ezt véghez vinni. 7 iskola vett benne részt, mintegy 250 diákkal. Nagyon örömünkre új partnerek is csatlakoztak, a régi, már bevált eTwinning partnerek mellett. A projektünk legfontosabb dokumentációs felülete a testvértér volt, de emellett itt láthatjátok Szimbalóba az úgynevezett digitális toltartónk, ahova a különböző eszközöket összetudtuk gyűjteni, és itt láthatjátok a projektünknek a plakátját, ami Fotofaniával készült. Nagyon fontos volt, részben azért, mert ugye, ahogy már Ibolya is említette, én informatikus technikusokat tanítok, hogy megismerkedjenek a diákok a szerzőjogokkal. Egyrészt ezért, mert hogy ők informatikusok, másrészt pedig, mert a Europeana használatakor is nagyon fontos volt, hogy olyan anyagokat keressenek a projekt során a diákok, amelyek a megfelelő szerzőjogi attribútummal vannak ellátva. Attól függetlenül, hogy ez most egy Europeana projekt volt, mindegyik munkánk mindig ezzel indul, hiszen gondolom ti is tapasztaltátok, hogy a diákok szeretik a Google által kiadott első képtalálatot használni, attól függetlenül, hogy az most szerzői jogtiszta vagy nem. Nagyon fontos ezt az alapot mindig lefektetni. Illetve volt egy ilyen alapvető ötletbörzing Mentimeterben, hogy mégis szerintük mi is az a kultúra, mik az alkotó elemei egy nemzetnek a kultúrájának. Az első hónapban a témánk az ez volt, mi is az a kultúra. Az érték, amit a középpontba helyeztünk, az a korbeli egyenlőség volt, egészen pontosan az idősek nemzetközi világnapjához kötve. Éppen ezért a diákok kutattak az Europeana adatbázison mindenféle olyan képek vagy egyéb
tárgyak után, ami számukra valahogy egy kicsit megfoghatóbbá teszi az öregedést, mert ugye valljuk be, ez egy elég nehéz téma egy tininek, de nagyon jó, mert visszajött ez ugye a nagymama, a nagyszülők képei, úgyhogy végül is sikerült megfogni ezt a témát, és egy padletbe gyűjtöttük össze a projekt során készített dokumentumokat, például ezt, hogy számukra milyen olyan kép létezett a Europeanán, ami az elmúláshoz és az öregedéshez kapcsolódik, de emellett nagyon fontos volt, hogy a korbeli egyenlőséget hangsúlyozzuk, legyen az akár korbeli, vagy a kor miatti diszkrimináció, ami ugye egy gyakori probléma. A második hónapban a nemek kerültek a fókuszba, ugyanis abban a hónapban volt a nők elleni diszkriminációnak a világnapja. Ebben az alkalomból mémeket kellett készíteni a diákoknak, ami azért is volt különösen érdekes, mert például én szinte csak fiúkat tanítok, tehát hogy ők hogyan látják ezt, és szerintük milyen olyan területeken szenvednek hátrányt a nők, ahol a férfiak talán jobban tudnak érvényesülni. A mémek mellett egyrészt találkoztunk online, a testvértéren keresztül, ami nagyon érdekes volt. A partneriskoláink között is voltak szakképzésben résztvevők, illetve készítettünk egy olyan, itt még láthatok egy pár mémet, amik alapvetően egyébként nem nagyon bonyolult eszközökkel készültek, vagy csak egyszerű PowerPoint, Paint-tel vagy mémgenerátorral. Illetve Google diákba készítettünk egy olyan diasort, ahol mindegyik nemzet megpróbált szupernőt bemutatni a saját országukban. Itt láthatjátok például, hogy a magyarok említették Egerszegi Krisztinát. Egy nagyon érdekes diasor lett ennek az eredménye. Az online együttműködés nagyon fontos volt a projekt során. Amellett, mint ahogy már említettem, hogy a diákok online is találkoztak, mi pedagógusok is tartottunk havonta online meetinget, ahol mindig megbeszéltük a ránk váró feladatokat, illetve, hogy az eddigiek esetleg nagy kihívás jelentettek a diákoknak, volt-e olyasmi, ami esetleg úgy nem működött. A harmadik hónapban, ezt úgy képzeljétek el, hogy mi közeledtünk a 19-es év vége felé, az emberi jogok kerültek a fókuszba, ugye eddig az előző két hónap valamilyen diszkrimináció, ugye a kor, illetve a nembeli, most pedig az emberi jogok voltak. Egy nagyon érdekes feladattal kezdtünk, ezt először megmutatom. Számomra is ismeretlen fogalom volt az álljogok és az igazi jogoknak a fogalma, és erre készítettünk egy ilyen learning apps-es, nagyon egyszerű kis bevezető feladatot, hogy mihez is van valójában az embernek joga. Majd ehhez kapcsolódott az annak a hónapnak a feladata, az Emberi Jogok Nemzetközi Napja alkalmából gifeket kellett készíteni, szintén europeánás források alapján, hogy milyen emberi jogokat tartanak ők fontosnak, vagy esetleg mi az, ami szerintük gyakran megsérül. Ez volt az a hónap, amit sikerült a kódolás hetéhez is kötni. Egy nemzetközi online szabadulószobát készítettünk, nagyon egyszerűen Google űrlapban, a Europeana adatbázis használatával. Itt láthatok egy kis ízelítőt az elkészült feladatokból. Nagy siker mindig a Flippity-nek a használata, itt láthatjátok alul, ez azzal készült. A Festicite-tal készült ez a New Yorki jogosítvány. A kódolásos üzenet az egy PigPen cipherrel, és illetve alul ugye egy rébusz található. Nagyon érdekesek, hogy ezek mindig olyan feladatokat próbálok készíteni, hogy a rejtvény megoldása az nem készen kapjuk, hanem azzal is még kell kezdeni valamit, és ez nagyon sokszor kihívás jelent a diákok számára. De nagyon érdekes volt így megmérkőzni nemzetközi szinten, hogy kinek mennyi idő egy ilyen szabaduló szobából kijutni. Ez volt így 2019-nek a vége, majd megérkezett 2020. január-február, amikor még ugye nem tudtuk, hogy sajnos mi fog ránk várni. Ebben a két hónapban a fókuszban a digitális írástudás fejlesztése állt, és ehhez kapcsolódó világnap az a biztonságos internetnap volt. Úgy gondoltuk, hogy milyen jó ötlet lenne, hogyha társasjátékokat készítenénk, szintén a Europeana inspirációjával,
ebből az alkalomból, és itt már azért volt egy ilyen kettős célzat, hogy a társas játékok készüljenek ám magyar és angol nyelven is, angol nyelven azért, hogy el tudjuk őket postázni a partneriskoláinknak, magyar nyelven pedig, hogy például osztályfőnöki órán tudjuk használni. Két játék készült el, az egyikről szeretnék részletesebben beszélni, mert ez sikerült teljes mértékben kidolgozni, ez az Escape neven szerepelt, vagy hát ezt a nevet kapta. Itt láthatjátok, az egyik diákom írta ezt a szöveget róla, ezt így meg is hagytam benne. A Bermuda háromszög rejtélye az, ami inspirálta a diákokat, és ez alapján tervezték meg a pályát is. Mindent megpróbálnék, hogy elmondjam a szabályokat, de részben én sem értettem meg őket, annyira bonyolultat alkottak a diákok. A játéknak a célja az volt végül is, hogy ebből a Bermuda háromszögből, ahol nincs wifi, kijussanak valahogy. Ez pedig kétféleképpen lehet, vagy 50 bitcoint összegyűjtenek, ugye itt már nagyon benne van az infós vonal, hogy nem pénzt, monopoli pénzt, hanem bitcoint kell gyűjteni, vagy az escape feliratot ki kell rakni. Maga a térkép és a doboz dizájnját itt láthatjátok, ez is elkészült magyar és angol nyelven, abszolút komolyra vették, hogy hány éves kortól lehet, ugye 12 plusztól, hány ember játszhatja, nehogy 0 és 3 éves játszon vele. Tényleg nagyon sok munkánk volt benne. És akkor a lényeg, hogy megértsétek az iszképet. A legtöbb munkájuk a 3D dolgokkal volt, itt láthatjátok az élménybeszámolóját a diákomnak. Ő életében először használt ilyen 3D tervezőt, és akkor ezek a piramisok lettek a bitcoinok, amiket gyűjteni lehetett, amik oldalán vagy szám volt, vagy betű, itt láthatjátok egy kicsit jobban őket, és a játék során ezeket gyűjtögetve az volt a cél, hogy itt, ahogy a terven látható, az escape szót ki tudják tenni, vagy 50 értékű bitcoint megszerezzenek. A figurákat is ők maguk tervezték, itt láthatjátok, hogy melyiket tartották meg, melyiket vetették el. És akkor hogyan szereztek pontokat? Ahogy a pályán haladtak, kártyákat húzhattak különböző nehézségben, ők választhatták, hogy melyik nehézségű kártyát választják ki. 63 különböző kártya készült el, igazából vért izzadtunk már a végén, én is segítettem nekik a kérdéseknek a kitalálásában. Nagyon érdekes volt, hogy informatikusként is mekkora kihívás volt 63 kérdést összerakni biztonságos internet használattal, amit osztályozni kellett, hogy szerintük mennyire nehézség megtalálni rá a jó választ, átfordítani, és nagyon fontos volt, hogy ez új információkat adjon, nem informatika szakos iskolásoknak is, hiszen például nálunk sem csak informatikusok vannak, és ugye a partneriskoláink számára, hogyha ezt kipostázzuk, értsék a játékszabályt, a kártyákat, az, hogy mi az egész társasjátéknak a célja. A kérdések forrása egyrészt Google statisztika volt, Instagram, Facebook, illetve itt a két diákom már egymással is harcolva, Márk és Levente készítette, de abszolút nagy, tehát tényleg hasznos és valós életből vett tapasztalatokból dolgoztak. Összegezve a társasjáték készítőt, miket használtunk fel? Az Incarnate nevű oldallal készült a térkép, nagyon nagy kihívás volt a használata, de abszolút ugye szerintem egy teljes mértékben színvonalas munka lett az eredmény. Már említettem, a 3D-hez a Tinkercad vált be, nagyon jól mutatja azt, hogy 3D tervezéses gyakorlattal nem rendelkező diákok is mennyire fantasztikus, gyorsan feltalálják magukat és tudják használni. És ugye a dobozhoz használt weboldal az a Canva volt, ami abszolút ismerős a diákok számára, nagyon sok projekt során szokták használni. Itt láthatjátok, hogy hogyan készült a mű. Kettő társasjáték készült, a második társasjáték, amit már nem fér bele a prezentációmba és az időmbe, ott hölgyek is voltak a csapatban, ők abszolút komolyan vették, és a kinyomtatott 3D figurákat, itt láthatjátok, behozták a manikűrkészletet, UV-lakkal lefestették, UV-ztük őket, tényleg rengeteget dolgoztunk velük.
És ugye letesztelték egymás közt azt a játékok is, hogy tényleg működik-e, érthető a szabály, és lehet-e nyerni, ez ugye szintén nagyon fontos volt. Itt láthattok még egy pár fotót a tesztelésről, ugye mekkora sikerélmény, hogy a saját két kezünk által készített dologgal játszhatunk. Már a társasjátékok elküldése határán voltunk, amikor közbeszólt sajnos a vírus. Volt még a kép, hogy itt például azt láthatjátok, hogy az olasz partneriskolában megérkeztek a román partnereknek a társasai. Azonban nekünk erre várni kellett, mi szeptemberbe bonthattuk ki, itt láthatjátok, a fiúk próbálják értelmezni a partneriskoláknak a játékait. Illetve kaptunk ajándékba könyvjelzőt és csokit, ami kicsit megsínlett a postázást és az, hogy fél évet állt, de nagyon jó érzés volt látni a többiek munkáját, és hogy mennyire komolyan vették a partnerek is. A végső produktum az egy 3D galéria volt, amit készítettünk a diákokkal. A projekt során készült mémekből, gifekből és egyéb termékekből. És ami még fontosabb, mit tanultunk közben? Itt elkezdeném a jobb felső sarokkal, amit ezt a statisztikát a diákjaim írták, hogy a 100%-os játékélmény az valójában statisztikailag lebontva mit akar. De hát a tönkrement barátságok az 10, de ugye valójában a végén ez mindenki kibékült egymással, de tényleg kétszer végigjátszottuk, és hát ők azt mondták, hogy a tényleges munka az 25% volt, de azért ennél sokkal több. Mit tanultunk a projekt során, ami igazából bármelyik e-tuning projektre igaz, a csapatmunkát, pláne olyanoknál, ahol például az enyémeknél, ahogy látjátok a srácokat a fotón, ők különböző iskolából érkeztek, 13-os technikus tanulók voltak tavaly, egyáltalán nem ismerték egymást, rendkívül jó eszköz volt ez arra, hogy egy kicsit összerázódjunk, én is jobban megismerjem őket. Az IKT eszközök használatát nagyon örömmel látom mindig, hogy még informatikus tanulóknak is tudok újat mutatni, vagy tudunk együtt újat tanulni. Az, hogy felelősséget kellett vállalniuk a saját munkájukért. Tovább kellett adni a tudásukat, ez például a kártyák készítésekor nagyon, nagyon kijött, hogy na akkor hogyan tudjuk a biztonságos internet használatot megtanítani másnak. Fel kellett osztani a feladatot, és mindenkinek abszolút bele kellett állni abba a szerepbe, amit vállalt, és ugye, ahogy az előadásomat kezdtem, a jogtiszta tartalmak használata, az rendkívül fontos. És akkor menjünk tovább második előadónkhoz, aki Lőrinc Kati, és még hasonló korosztályban, középiskolás korosztályban, 9.-12. osztályban valósította meg a projektjét, amelyet be fog mutatni, a Szabó Lőrinc két anyelvű gimnáziumban és általános iskolában. Katiról, ahogy már a többiekről is, azt kell elmondanom, hogy szintén egy tapasztalt e-tuningező, 10 éve folytat projekteket, és 17 projektet valósított meg eddig, és ebből a nagyon izgalmasnak tűnő című demo partit fogja bemutatni. Mindenki hall? Vagy hallatszom? Igen, hallatszol, igen. Okay, jó, én gyorsan rá is kötnék Évára, és még annyit, hogy hadd reklámozzam, hogy a Évának ebből azt hiszem, hogy az összes, Éva javíts ki, ha nem, az összes óraterve, az fenn van az Europeana blogon, amit a Teach with Europeana blogon találtok meg, a linket mindjárt beteszem a chatbe, csak most bezártam. Azon kívül, ugye, hogy én nagyon lelkes e-tuningező vagyok, az Európán a nagykövete vagyok most már harmadik éve, úgyhogy Évával nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, és ezt a projektet is volt szerencsém vendégként végigkövetni. Nagyon-nagyon sok mindent elmondott az Éva, amit én majd nem fogok mondani, hanem azt fogom mondani, hogy igen, ezt ezzel csináltuk, és akkor lehet, hogy picikét gyorsabban fogunk haladni. A demo projekt 7 ország együttműködés, 7 ország és 9 iskola együttműködésével zajlott. A partnerek nagy részét évek óta ismerem, vannak olyanok, akikkel együtt csináljuk az Európánát, vannak olyanok, akikkel tanfolyamokon találkoztunk, nagyon lelkes társaság, és azt kell mondjam, hogy azon ritka társaságok egyike, amikor dolgoznak is, és nem csak névileg vannak benne a projektben. Azt hiszem, hogy nagyon sokan, akik e-tréningezünk, tudjuk, hogy néha azért elég nehéz a partnereket megmozgatni.
A demo projektnek a gondolata és ötlete a Code Week során keletkezett, tehát egy közös Code Week-es projektet találtunk ki, és ezt fejlesztettük tovább egy AdWinning-es projekté. Minden, ha nem is minden hónapban, de azért minden két hónapban mi is találkoztunk online, és akkor mindig minden lépését megbeszéltük. Az első része a projektnek, mint minden AdWinning projektnek, az első lépése az a bemutatkozás volt, tehát az iskolák bemutatkozása, mivel ez mindig egy kis padletben. Megy a következő diára, Ibolya? Mondanod kell, hogy kattintsak. Jó, azt hittem, hogy jó. Oké, tehát az egyes ez a self-demo volt, itt mutatkoztak be az iskolák, és az arra gondoltunk, hogy ne legyen ez olyan nagyon unalmas, hogy mindenki Padlet, Google Slide, stb. Ehhez két feladatot rendeltünk, az egyik egy Who is Who játék volt, amikor itt látjátok a képen az osztályomat, lefotózkodtunk számokkal, és akkor berajzolta mindenki a tenyerét, és a tenyerébe a fontos dolgokat, amit ő szeret, és akkor a partner iskola, elosztottuk egymást partnerekre, ki kellett találja a fórumon, hogy melyik kész kié a rajzról, ez jó kis játék volt, és meg is adta az alapot ahhoz, hogy amikor majd live-ba találkoztunk, vagy online chatbe, videóba, akkor tudjanak egymásról beszélgetni és kérdezni. A másik játék pedig az volt, hogy melyik iskolában tanulnál, tehát bemutattuk ugye az iskolákat, és hogy melyik iskolába tanulnál egy évig, és miért. Tehát ez volt az első része, ez egy kicsit ráhangodoló szeptemberben, nem tudjuk az órarendeket, nem tudjuk még mi van, tehát ez volt a szeptemberi foglalkozás. A következő szlájdon már a második tevékenység van. Mindjárt jön. Igen, egy kattintást kérnék szépen. Jó. Ez már a harmadik lett. Most jó. Ez igen. Ez már a language demo volt, ugye csatlakoztunk az európai naphoz, az European Day of Foreign Languageshez, nyelvtörőket gyűjtöttünk, és akkor mindenki megpróbálta kiválasztani a kedvenc nyelven lévő kedvenc nyelvtörőjét, és a Flipgridre felmondta, utána meg kommentáltuk egymásnak a nyelvtörőjét, és természetesen oda tettük, vagy odaírtuk alá a válaszba, hogy jól mondta, vagy nem jól mondta. Utána játszottunk egy Gimkit játékot, amiben a partnerek, tehát igyekeztem olyan kérdéseket összeállítani, ami a partneriskolákra jellemző, és egy kicsit a nyelvvel kapcsolatos. Volt egy nemzetközi klímaszótárunk, és igyekeztünk ezeket úgy összefoglalni, vagy úgy összeszedni, hogy erre azt hiszem két hetünk volt csak, picikét lemaradtunk, úgyhogy ez egy október végi foglalkozás volt. Következő dia. Itt már ugye mindenkinek kialakult nagyjából az órarendje, mi is látjátok ezen a dián, azért elég sűrűn találkoztunk egymással, és végig beszélgettük, hogy mit tegyünk ki, mit adna hozzá. Általában ezek úgy zajlanak, hogy egy-két embernek nagyon sok ezeket a tevékenységeket elkészíteni, úgyhogy elosztok egymás között a feladatokat, hogy ki melyik lépésre, vagy melyik hónapra készül elő feladatokkal. Volt, amikor cseten találkoztak a diákjaink, volt, amikor élőben, ott fent azt látjátok, hogy ez pont karácsony előtt volt, és az utolsó 10 percben karácsonyi énekeket tanítottak egymásnak. Következő dia, az már egy januári hónap, ez volt a tech demo, itt rengeteg sok eszközzel ismerkedtek meg, olyannal is, amit ismertek, olyannal is, amit nem ismertek, ugye flipitiztünk nagyon sokat, volt szabadulószobánk olyan is, amit mi készítettünk, olyan is, amit ők készítettek, és ezekben a játékokban, ugye a Europeana Treasure Hunt-ban akkor volt a Notre-Dame-os, nem emlékszem, igen, akkor volt a Notre-Dame-os oldal a Europeanának, és annak az anyagaival, annak a cikkeivel ismerkedtünk szabaduló szoba formájában. Következő dián, már ezen még nem voltunk. Igen, ezen még iskolába jártunk, tehát ez volt a nagyon nagy szerencsénk. Tudnék, az art demót azt mural falfestményekre építettük. Az volt a feladat, és itt van egy link is, de ezt majd elküldöm én is, a Twinspace-t ott meg lehet nézni, ami készült, milyen produktum készült ezekből a gyűjtésekből. Minden országnak a saját városában kellett falfestményeket fotózzon, azokat
ismertesse a többiekkel, elmondja, hogy hol van, elmondja a véleményét, hogy mit gondol róla, hol találta, stb. És ezeket a falfestményeket különböző partnerek ugyancsak társulásba összeszedték, és ilyen beszélő falas applikációval egy ilyen nagyon szép online kiállítás készült belőle, az is fent van az eTwinning oldalon. A következő lépés az egy ilyen opinion essay írás volt, tudnélik ez volt nekünk. Egy picit visszamegyünk, egy-egy vissza. Tehát egy opinion essay-t kellett írni, mert nekünk ez volt benne a tanrendben. Ezt Mentimeteren megszavaztuk, hogy milyen témákról szeretnének írni, és akkor mindenki azokból a témákból választhatott. Ez mind a testvértérnek a fórum oldalán zajlott. Mindig a beírt essay-ket kellett pontozni a partnereknek azt szerint, hogy jó-e strukturálisan szókincs szempontjából, és ugyanakkor véleményezni is kellett. Itt az egyiket látjátok, a Should Rap Music Be Banned, tehát meg kellene tiltani a rap zenét, az volt az egyik esszének a témája, és az utolsó az pedig egy az idője által, a spanyol kolléganő által összeállított Banksy és graffiti óra volt. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ő nagy-nagy csodálója Banksynak, és ezért egy kész óratervet kaptuk mindennel együtt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerették a gyerekek is, és én is. A következőre most mehetünk a másik szlájdra. Ez már karanténba zajlott, tehát itt egy nem számít, nem, itt egy videó van, ezt, hogyha gondoljátok, akkor beteszem a linket a chatbe. Nem tudom, hogy látszik, nem látszik a kép se, ugye? Nem. Itt a gyerekeknek a Van Gogh Yourself applikációval kellett festményeket, tehát az Európjánáról kellett festményeket válogatni, és azokat kellett, ezt biztos ismeritek, újraértelmezve lefotózni, eljátszani, és ebből lett egy kis videónk, mindenki kellett hozzáadjon valamilyen érdekes üzenetet, ezt nagyon-nagyon szerették, az iskola honlapjára is felraktuk, és ez nagy siker volt, de majd mindjárt megnézem a linket, és beteszem. Következő... Nézem közben, hány percem van. Nem akarunk haladni? Jó. A következő az a Science Demo volt, és itt a női tudósokra fektettük a hangsúlyt, összeszedtük egyelőre, itt látjátok, egy Google Docs-ban minden ország javasolt 3 női kiválóságot, azokhoz elérhetőséget, ugye az fontos volt, hogyha lehet, akkor az ne Wikipédia legyen. Ezekből a partnerek, mi is kiválasztottunk a partnerek által ajánlott tudósokból személyeket, akikről csináltak egy kis prezentációt, vagy ilyen comic strippet, és utána pedig egy ilyen mémgyár volt 2 héten keresztül, ki amit tudott, és akkor ezt összegyűjtöttük ugyancsak egy ilyen egy galériába, és bemutattuk a többieknek. Következő. Ez a Nature demo, ez az utolsó demók között volt, sajnos ebben volt időnk a legkevesebbet dolgozni, mert itt vizsgáztak az én diákjaim, tehát ebben csak a posztereket tudtuk mi elkészíteni. Itt 4 csapatba oszlott a társaság, tehát általában úgy csináljuk ezeket a projekteket, hogyha lehet, akkor nemzetközi csapatok vannak, ők együtt kell megbeszéljék, ugye összehozzuk őket egy live meetingen, és onnantól kezdve az ő dolguk, hogy hogy tartják egymással a kapcsolatot, és a produktum az a közös produktunk kell legyen. Volt egy footprint kalkulátor, ahol megnéztük, hogy kinek milyen az ökolábnyoma, és utána minden csapat kapott egy cikket, amit meg kellett beszélni, és abból egy posztert kellett készítsen. Következő, ez már egy összegző, ez a májusi, amikor mindenkinek össze kellett állítani egy összegzőt, vagy egy kis videót, vagy egy filmet, vagy egy kollást. Ez itt a kollázs a képekből, amit mi csináltunk, és akkor a Twinspace-en, a testvértéren pedig mindenki írt egy ilyen bye-bye üzenetet, hogy találkozunk idén, mint ahogy dolgozunk is együtt, most már egy sokkal izgalmasabb projektről. Jó? Éva írja, Kati, biztos beszélsz róla. Ja, igen, jó, oké. Jó. Én röviden ennyit, mert hogyha kérdés van, én szerintem nincs is több diám, azt hiszem, ugye? Igen, ez volt az utolsó, így jó. Van. Nagyon szépen köszönöm a bemutatódat, Kati. És akkor rá is térnénk 3. előadónkra. Schusterné Fükő Juditot szeretném bemutatni nektek. Mindössze 2,5 éve éri, eTwinningezik Judit. Ugyanakkor olyan, azt mondanám, hogy rekord szinten műveli ezt, hogy a 2,5 év alatt 32 projektet valósított meg, és erre az alkalomra
Valójában a tavaly, tehát a 2020-ban megvalósított eTwinning projektjei közül egy tucatból, tehát 12-ből választhatott volna, hogy melyiket mutatja be, ugyanis 12 minősített projektje volt az elmúlt időszakban. Ezért ma is hallunk tőle egy bemutatót, egészen pontosan egy olyan projekt bemutatóját, amelyik a eTwinning Magyarország 2020-as versenyen alsó tagozatos kategóriában a második helyezést érte el. Ezt a projektet a Bulgárföldi Általános Iskolában valósította meg. Egyébként Judit Sajó Szentpéteren tanít jelenleg, illetve a következő héten egy másik számára kedves projektet fog bemutatni. Át is adnám Juditnak a szót. Judit, tiéd a szó, és akkor mutasd be nekünk a projektedet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni az előttem szólók ezekhez a csodálatos projektekhez, és én pedig a négy évszak könyvéről szeretnék beszélni. Ez egy 2000, tehát az előző évnek a júniusában indult projekt volt. Monika Frigérióval, egy olasz kolléganővel alapítottuk ezt a projektet. Ő volt az ötletgazda. Majd utána meghirdettük ezt egy ilyen nem hivatalos eTwinning Facebook csoportban, és akkor így rengeteg projektpartnert találtunk. És mivel volt kérdés, hogy ez hogyan néz ki az eTwinning felületén, így néz ki, tulajdonképpen itt találhatók rajta az információk, és ugye minden projektnek, tehát így néz ki, ami kis projektben mutatunk, ezzel csalogattuk a projektpartnereket. Ez a projekt tulajdonképpen kreatív írásról szólt, és miután megtaláltuk a partnereket, először is bemutattuk mi is, és ezt ugyan a partnereknek is, és ugyanúgy a gyerekeknek, szülőknek. Majd utána, ugye először a tanítókkal együtt megbeszéltük a netiketnek a szabályait, hogy hogyan illik viselkedni a közre együttműködésben. Majd ezek után, mivel nagyon fontos szempont az a projektek elbírálásánál, ezért mindenképpen közösen kell valahogy megegyeznünk, és mivel ilyen rengeteg résztvevője volt a projektnek, ezért erre ezt a módot találtuk, hogy a trisider.com oldalon mindenki beírta az ötleteit. Itt lehet látni, hogy lehet érveket, ellenérveket tenni mellé, hogyha valaki egyetért vagy nem ért mellé, és akkor a legjobb ötleteket, ezeket megtartottuk. És így készült el tulajdonképpen a projektnek a vége, vagyis a terve. És úgy tartottuk számon a haladást, hogy a Trello felületén itt lehet látni, hogy amit tennünk kell, ami éppen folyamatban van, és ami éppen elkészült, és ezeket húzgáltuk egyik oszlopból a másikba, és így nyomon tudtuk követni, hogy éppen hol tartunk. Először feltettünk bal oldalon látható magát, ez látható, hogy ez egy teljes éves projekt volt, szeptembertől májusig tartott, és egy általános kalendáriumot, és utána pedig havonta a részletes tervünket minden egyes alkalommal. Ugye a fő oldalon látható az, ami nyilvános, oda tesszük fel, amiket meg akarunk osztani mindenkivel, és ott ki lehet tűzni egyes bejegyzéseket, míg mindig kitűztük, és akkor ott volt az aktuális havi feladat. Ugye a feladatokat fel is osztottuk egymás között, ki amit vállalt, oda beírta, és utána hát nyilván az e-mail címeinket is betettük, mert a közös együttműködő felületeken az szükséges. Bejelöltük iskoláinkat Európa térképén, a diákok bemutatkoztak, és képeket tettünk fel. Ugye mindenhová tettünk fel ilyen magyarázó videókat is, hogy hogyan kell használni az adott eszközt, mert ugye nem mindenki tudta, látható, hogy milyen rengetegen vettünk részt ebben a projektben. Először is egy kis információt adtunk a kreatív írásról,
majd utána minden pedagógus oda rakott hozzá valamit, itt a felületem. Az online találkozókat is így szerveztük, hogy mindenki beírt, hogy mikor szeretné, és akkor aki csatlakozni szeretett volna, az oda betette a saját kis iskoláját vagy nevét. És akkor a gyerekekkel, először is a gyerekek bemutatkoztak, hát volt, aki ugye írásban, volt, aki ilyen kis avatárokkal, ilyen különböző formákban, mi egy kis videót készítettünk a gyerekekkel, nagyon élvezték, egy nagyon picit csak belenézünk, hogy ne teljen annyira az idő. Ezt a Kizol nevű programmal készítettük. És hát ugye ez egy kétanyelvű osztályos kis csoport volt, kis létszámú csoport, imádtam őket, mert nagyon lelkesek voltak, de azért lazák is. Ezután az internetbiztonsággal foglalkoztunk, hogy ugye hogyan viselkedjünk az interneten. Egy közös feladatunk volt, egy Kahoot játékot közösen szerkesztettünk, és én mondjuk lefordítottam nekik magyarra, és ezt játszottuk a gyerekekkel. Mi magunk ismerkedtünk a szabályokkal, volt a tankönyvünkben egy ismeretlen e-mail című olvasmány, a Kahoot játékot is végigjátszottuk, és akkor a Safer Internet Magyarország oldalon még videókat is nézegettünk róla. Ezután logóversenyt hirdettünk, ugye ezek a mi munkáink, hát, és utána ezt ugyanígy a Trisider oldalra feltöltöttük, és a gyerekek maguk szavazták meg, hogy melyik legyen a győztes. Ezek után, hát nyilván évszakokhoz kapcsolódik, ez tulajdonképpen a kreatív írásból 4 könyv született, az ősz, a tél, a tavasz és a nyár könyve, és ugye az őszről gyűjtöttünk információkat legeslegelőször, rajzoltunk, és az volt a feladat, hogy írjunk egy kis történetet a könyvbe. Ugye ezt először magyarul írták le a gyerekek, majd utána az angol tanárnéniük segítségével ezt lefordították. Nyilván mi még csak negyedikesek voltunk, úgyhogy nem egy olyan óriási szöveget készítettünk el. Ebben a feladatban, tehát a 4 könyv 4 kötetre oszlik, az ősz történeteiben mindenki saját maga ír és illusztrál, a tél könyvében egy hagyományos, az országára jellemző téli történetet ír, és azt illusztrálja egy másik országbeli partner, a tavasz könyvében pedig 2 korosztály volt, és 3 csoport. Az egyik csoport megírta a történet kezdetét, a második a közepét és a végét, és a harmadik pedig illusztrálta a történetet. A nyár könyvében pedig mindenki kapott, tehát egyik iskola adott egy képet a másiknak, és a másiknak arról a képről kellett egy történetet írnia. Hát az első, az őszkönyve 156 oldal lett, mind a gyerekek munkái, ebben kisebb történetek és versek is voltak saját illusztrációkkal. Ez a miénk, a kis Sünike története, és egy icipicit, hogyha jaj, ha belelapozunk, akkor lehet látni, hogy hogyan is néz ki, nem végig a 130 oldal. Így meg nézett ki a könyv, ezt sztorizsáteren csináltuk, aztán játékokat készítettünk egymásnak, és a partnerek által készített játékot játszottuk. Hát ugye őszhöz kapcsolódóan Halloween partit rendeztünk, és egy közös Google prezentációban mindenki felrakta a saját nemzetéhez kapcsolódó ünnepe, tehát az évszakokhoz kapcsolódó ünnepei szokásait, és ebből szerkesztettünk mi közösen a Learning Apps-en egy milliómos játékot, és akkor itt látható, hogy azt is feltettük, hogy ezt hogyan kellene, a gyerekek pedig ezt játszották. Tehát ahhoz kapcsolódott, ami a prezentációkban volt.
Ezután következett a télkönyve, itt egy az olasz partnereink egy panettónéval kapcsolatos történetet osztottak meg velünk, mi ezt illusztráltuk, mi pedig a Móra Ferenc a Kíváncsi Hópelyhek című történetét tettük fel, és ők készítettek hozzá illusztrációt, ezek a mi kis rajzaink. Ezután hát igen, ebbe is egy icipicit, ha belelapítani. Voltak nagyobb gyerekek, nagyon profilú rajzokat írtak, ugye mi 8-tól 14 éves. Téli munkáink, küldtünk képeslapokat, aztán küldtünk a gyerekeknek, vagyis rendeztünk egy családi napot a gyerekeknek, voltunk a Diósgyőrben a Mikulás vonaton, ahol meglátogattuk a Mikulást, akkor dobtunk manókat dobókockával, rajzoltunk, festettünk, gipszeztünk, és egy kicsit spoilerezném a jövő hetét, manóajtót készítettünk, ez a Tündérkert nevű projektünkhöz is kapcsolódott. Ezután egy közös videó szótárat hoztunk létre. Itt a gyerekek felmondták a saját nyelvükön a hónapokat és az évszakokat. Ezután következett a tavasz könyve, itt ugye három csapat dolgozott együtt, látható, hogy mindenki beírta magát, hogy kivel szeretne együtt dolgozni, vagy ahol éppen volt hely, és akkor nálunk az egyik spanyol csapat volt, aki megírta az elejét, a másik, aki a közepét, és vagy a végét, és mi pedig illusztráltuk ezt a kis történetet. Tehát ezt lefordítottam nekik magyarra, és akkor úgy illusztrálták a gyerekek. Látható a nagy munka. És akkor így néz ki a télkönyve. Így is a téli történet. Persze már a tavasz, bocsánat, beszélek zöldnek. És ugye tavaszhoz is voltak tavasszal kapcsolatos kis kézműveskedéseink, már mell is készítettük március 15-re a kis tablónkat, de hát sajnos éppen akkor jött a pandémia, és online oktatásban kellett folytatnunk. A negyedik kötetben ugye mindenki feltette a testvértére azt a képet, amit a másiknak szánt. Ugye itt is lehet látni, hogy mindenki a másikat kiválasztotta, hogy kinek a rajzáról szeretne történetet írni, és erről írtunk. És mi egy török kollégától, vagyis török gyerekektől kaptunk rajzokat, és erről írt Anna Pannika egy nagyon szép kis történetet. És így néz ki a nyár könyve, egy icipicit, hogyha bele. Elkészült. Ezután a diákjaink kiválasztottak bármelyik könyvből egy darab történetet, amit lefordítottunk, és a saját nyelvünkön mondtuk fel egy videóra, valamint kiválasztottunk egy másik országnak a hónapjait és az évszakjait, és ezt pedig elmondtuk az ő nyelvükön. Vagyis mi görög nyelvet választottuk, megmondom őszintén azért, mert az áll legközelebb a magyar nyelvhez a hónapok. És akkor itt látható, hogy mindenki feltöltött. Köszönöm szépen, Judit. Elment a hangod, úgy tűnik. Most már hallatszom? Most igen, igen, igen. Jó. Elnézést kérek, én nem tudom, mi történt. Ezt látom pillanatnyilag. És most látszik is, amit látom? The Book of the Four Seasons, igen, szerintem ez a vége felé jár.
két kis videó részlet van egy jobb oldalon, bal oldalon, és online oktatás alatti nyári munkákat látjuk. Igen, és akkor online oktatás alatt otthon a gyerekek, már mindjárt befejezem, készítettek ugyanehhez a történethez ilyen kis nyaralót, meg hajót, és utána mindenki feltette, hogy hol terjesztette el ezt a projektet, mert ez is szintén kritériuma, és értékelést csináltunk a végén a szülőknek, a gyerekeknek, és a pedagógusoknak egy-egy űrlappal, ezt értékeltünk, és volt egy záró webináriumunk, amin prezentáltuk az eredményeket. Hát az eredményeink közben egy nemzeti és európai minősítést nyertünk, és nagyon büszke vagyok, de ezt egy szülő írta ki a második helyezésünkre az eTwinning Magyarország versenyen, valamint a Moldovai Köztársaságban első helyezést ért el a 7-11 éves kategóriában. Úgyhogy... Köszönjük a bemutatódat, Judit, és gratulálunk a szép projekthez, és várjuk a jövő hetit. Szeretném felkonferálni a ma este utolsó előadóját, Tarné Éder Mariannát, aki az újpesti Csoknai Vitéz Mihály Általános Iskolában és Gimnáziumban valósította meg alsó tagozatosokkal a projektjét. A projektről azt kell tudni, hogy a már említett eTwinning Magyarország versenyen 2020-ban ebben a kategóriában első helyezett lett. Úgyhogy át is adnám Mariannának a szót, és megkérlek, hogy mutass be a projektedet. Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek! Hát a felvezető dia is azt a címet kapta, hogy egy győztes eTwinning projekt története. Én bármennyire is Ibolya azt mondta, és köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy mindenki gyakorló eTwinningező. Egy pár eTwinning projektben már részt vettem, de én még mindig kezdőnek tartom magam. Még én nem hoztam létre eTwinning projektet, de lelkes résztvevője vagyok mások által létrehozott projekteknek, és a gyermekeim is, mármint a tanítványaim, bocsánat, hogy ezt a szót használtam, a tanítványaim is nagyon szeretnek velem együtt közösen munkálkodni más diákokkal. Itt ezen a képen ők láthatók, de természetesen a le kellett az arcokat takarni, ezért van ott az a sok szívecske, és tanítópárom is látszik a képen, aki nagy lelkesedéssel segítette azt, hogy mi győztesek lehetünk ebben a versenyben. Hát ez a kép, ez nagyon személyes, a kezdeteket próbálom megmutatni ezzel. A European SchoolNet nyári iskolájában vettem részt 2019 nyarán Brüsszelben, és rendkívül innovatív és lelkes pedagógusok között dolgozhattam, és akiket itt látok a képen, egy lelkes kisebb csapat, amikor is azt a feladatot kaptuk, hogy dolgozzunk ki egy közös projektet. Akkor még nem volt szó eTwinningről. Az ötlet itt született meg a nyári iskolában, és középen a narancsárga pólóban látszik a későbbi projekt gazda olasz kolléganő. Amikor onnan hazajöttünk, akkor már tudtuk, hogy az eTwinning felületen fogjuk megvalósítani ezt a projektet. Én eléggé izgultam, hogy hely tudok-e majd ott állni, de aztán végül sikerült. És akkor először azt a prezentációt szeretném bemutatni, amit a diákjaimmal készítettünk. Természetesen ebben a kategóriában, meg a mai estén tulajdonképpen mi vagyunk a legkisebbek. Tehát akkor, amikor ez a projekt zajlott, akkor az én diákjaim második osztályosok voltak, tehát voltak különböző nehézségeink nekik, nekem is, de nekem kevésbé, tehát például nyelvi nehézségeink. Aztán emiatt a testvérteret nem is tudtuk annyira aktívan használni, mint amennyire szerettük volna, mert hogy ők nem nagyon tudtak volna kommunikálni semmilyen nyelven a többi diákkal, és amit még szeretnék hozzátenni, hogy kellett nekik mindenképpen egy tippernő, mert nagyon sok digitális alkalmazást tudnak már használni a tabletjeinken, de nem biztos, hogy egy prezentációt az én segítségem nélkül el tudtak
volna kiválóan készíteni, ezért úgy beszéltük meg, hogy én vagyok a titkárnő. És akkor ők irányítottak engem, hogy hogyan történjen ez a prezentáció elkészítése. Remélem nem lesz ebben probléma, hogy én most egy picit kilépek innen, és majd vissza fogok menni ebbe a szvébe. És remélem, a sebességgel se lesz probléma. Igen, tehát ez a Bansi alkalmazásban készült az ő prezentációjuk. Itt kiválasztották ők a sablont, és akkor én innentől kezdve kezdtem el írni a prezentációt. Tehát az első dián az látható, hogy most nem fogom lejátszani ezt a videót, itt néhányan az osztályból be is mutatkoznak, és elmondják, hogy tulajdonképpen mi volt ennek a projektnek a célja, a folyamata. Azt kell tudni erről, hogy a globális célokat tűztük ki a zászlónkra, és ezeket hozzárendeltük mindegyik, a globális célok közül a legfontosabbakat hozzárendeltük egy-egy hónaphoz, és a tanév során mindegyik hónapnak megvolt a maga témája, és abban a témában dolgoztak a gyerekek tulajdonképpen közösen. Volt közös felület, az e-tuning live-on kívül volt padlet felületünk is, és számos más felület. A projekt rendkívüli módon és nagyon erősen kötődött tulajdonképpen a Code2-hez, a Codeweekhez, hiszen a nyári iskola is ehhez a témához kapcsolódott, és a kódolási tevékenységeket hozzá kapcsoltuk ezekhez a globális célokhoz. Jöttek a hónapok szépen sorban. A nulladik cél az a saját magunk által, tehát az Újpesti Csokonai második D-osztályának saját maga által kitűzött célja volt, hogy kapcsolódtunk a világ legnagyobb tanórájához, hiszen tudjuk, hogy ez a kezdeményezés itt Magyarországon évek óta a globális célokhoz kötődik. Ott volt különböző webináriumokat néztük meg, különböző óratervezeteket valósítottunk meg. Amit tudni kell, hogy én magyart tanítok ennek az osztálynak, és heti egy óra informatika szakkörünk van, és tulajdonképpen ez a projekt ezeken az órákon valósult meg. Aztán jött az októberi cél, ami a klímaváltozás elleni fellépést foglalta magában, és azt, hogy természetesen csatlakozunk a Codeweekhez. Amit itt lehet látni képekben, nekünk nagyon régóta van Bluebotunk, Bogárkának hívjuk mi, és már előtte is volt abban gyakorlatunk, hogy különböző témákban pályát készítettünk a Bluebotnak. És akkor itt most azokat rajzok közül egy párat lehet látni, amit az én tanítványaim a klímaváltozás témakörében készítettek, és úgy kell elképzelni, hogy ezeket a kis 15x15-ös lelaminált kártyákat rátettük a pályánkra, és a gyerekek különböző feladatokat oldottak meg a Bluebot segítségével, tehát kellett gondolkodni a klímaváltozásról, és kellett a robotot programozni, hogy a Bluebot hogyan szedje össze például a különböző témában meghatározott kártyákat. Ez volt az októberi kihívás. Itt a Bansi egy nagyon szuper prezentációkészítő alkalmazás egyébként. Itt lehet látni ezeket a piros kis köröket. Ott az én tanítványaim el is mondják, hogy tulajdonképpen mi volt az októberi kihívás, és mit csináltunk. Aztán még mindig itt az októberi kihíváshoz láthattok elkészített feladatokat. Scratchben programoztak. Hát ugye ők még nagyon picik, tehát nem tudtak nagyon szuper programokat gyártani, de nagyon élvezték a programnyelvet, és ez például a Mentsük meg az északi sarkot, déli sarkot, a pingvineket, ugye azt rögtön megtanulták, hogy az északi sarkhoz nem köthetők a pingvinek, tehát egy jó pár információval gazdagodtak még azon kívül, hogy kódoltak.
A novemberi cél az a minőségi oktatásról szól, és akkor itt két helyen is látszik, hogy szintén Scratchben próbálták megalkotni és beprogramozni a jövő osztálytermét, tehát hogy mitől válik számukra minőségivé majd az oktatás, hát nagyon mesés dolgok születtek tulajdonképpen. A két képet azért tettem be, mert az egyikben a varázslat az, ami a bal alsóban a varázslat az, ami szerepet kapott, a másik a jobb oldalon lévőben pedig ott egy kerekesszékes fiatalembert is vetett az egyik kis tanítványom, az elfogadás és az együttnevelés témában. És akkor a szófelhők azok pedig önmagukért beszélnek, az volt a kérdés, hogy szerintük mi az, ami fontos egy iskolában, és nekik mitől válik minőségivé egy oktatás. A decemberi cél az az óceánok és a tengerek védelme volt, és még plusz egy tulajdonképpen egy kedveskedés a nemzetközi partnereknek. Megint csak hangsúlyoznom kell, hogy kicsik voltak még a gyerekek, ezért sok a hónapok egy részében az volt a mi tevékenységünk, hogy a külföldi diákok, akik már nagyobbak voltak és profibak például a Scratchben, készítettek különböző alkalmazásokat, és mi pedig azt lejátszottuk, kipróbáltuk, és erről beszámolót készítettünk. Itt látható egy szintén Scratchben készített játék, angol szöveggel készült, úgyhogy segítenem kellett a gyerekeknek, de tulajdonképpen csak egy igaz, hamis játékot kellett nekik játszani, és amikor megértették a kérdéseket magyarul, akkor már igazából el tudták dönteni, hogy az igazat vagy a hamisat válasszák, és akkor ezt a játékot végigjátszottuk, és a végén kaptak egy kis jutalmat. A decemberi következő program pedig az volt, hogy nagyon kedvelt alkalmazása volt a szinte az összes csapatnak, ez a Pixel Art nevezetű alkalmazás, ahol kis pixelekkel lehet tulajdonképpen programozva képet létrehozni, és akkor mi ezt megvalósítottuk papír alapon, tehát offline módon, mégpedig karácsonyi üdvözlőkártya címén, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy négyzetrácsos papír mellett kódsorok vannak, mégpedig a színeknek a kódjai, és hogyha a négyzetrácsos papíron a gyerkőt számolgatva kiszínezi azokat a kis négyzeteket olyanra, hogy a kódsor mondja, akkor kap egy szép képet, ahhoz írtunk magyar nyelven karácsonyi üdvözletet, és ezt még akkor föl lehetett adni postára, úgyhogy az olasz gyerekek ezt megkapták, és nagyon örültek neki, úgyhogy ők is készítettek fotót, földették a testvértérbe. A januári cél az pedig a szárazföldi ökoszisztéma védelme volt. Itt is Scratch programokat készítettünk, mégpedig úgy, hogy a partneriskoláktól kaptunk egy alapot. Az alap az a kislány sétál, ez egy mozgó Scratch program, sétál az erdőben, és akkor az én kicsi tanítványaim pedig mindenféle mással, mozgó állatokkal, szövegek kiírásával megtöltötték ezt a programot. Ez már nagyon komolyan és nagyon jól sikerült nekik. Volt olyan tanítványom, aki az évszakok változását tudta beprogramozni a Scratchben, tehát ahogy sétált a kislány, a tavasz, nyár, ősztél háttér változott a programban. Természetesen minden hónapban az adott témát kommunikációban és szövegszerűen is megbeszéltük, tehát nem csak kódolási tevékenységet végeztünk, hanem minden hónapban beszéltünk az adott globális célról. A februári cél volt az egyenlőtlenségek csökkentése és a Valentin napi üdvözletek küldése. Ez itt az online Pixel Art programmal készült, és itt elővettük a mikrobiteinket, és hát másodikos létünkre mi szívecske villogót készítettünk a mikrobit lapocskára, de ezt a gyerekek egyedül és önállóan programoltak.
reklámozták. Aztán a márciusi cél, hát márciusban már ugye otthon voltunk, nagyon komoly és nehéz munka volt a másodikos gyerekeket online oktatni, de nagyon szépen vették az akadályokat. Itt látható három kép az online jó kívánságokról, mert ezeket a képeket már nem lehetett elküldeni, befotoztuk és úgy küldtük el a partneriskoláknak, és ebben a gyerekek magyarul írtak, jó egészséget kívánva, és hogy vigyázzanak a pandémiás helyzetben a nemzetközi iskolákban a diákok, különösen az olasz diákok maguknak. Itt lehet látni, hogy a Teams-en keresztül tartottuk a kapcsolatot, és ebben a Trivial Coding alkalmazásban azt hiszem, talán a lengyel diákok készítettek egy olyan játékot, hogy ha itt ezekre a kis tortaszeletecskékre rákattintunk, akkor különböző programozási tevékenységek kerültek elő. Például volt feladat Learning Apps-ben, természetesen angolul, de a Learning Apps-nek nagyon jó lehetőségei vannak, mert le lehet magyarra fordítani, és akkor az én kicsinyeim is le tudták játszani a játékot. És akkor már csak gyorsan, áprilisban a felelős fogyasztásról és termelésről beszéltünk, és erről készítettünk kicsi rajzokat, fogalmazásokat, hogy mi az, ami egy másodikos gyerek, igen, most akkor meg túl sokat ment. Jó, igazából ezt a diát mindenképp szerettem volna megmutatni, tehát hogy körülbelül így lehet látni, hogy mi volt a projektünk, és akkor itt a pedagógus örömökről szeretnék én beszélni, hogy nagyon sok olasz iskola volt, egy lengyel és egy török iskola csatlakozott hozzánk, nagyon jó volt a kapcsolat az olasz projektvezető tanárral, Messengeren, egyéb helyen értekeztünk egymással, mindig nagyon sokat segített, és nagyon sok produktum született, aminek az Evening Live és a Padlet volt a gyűjtőhelye, és hát az én gyerekeimnek biztos, hogy nagyon sokat számított, hogy érzékenyíthettük a társadalmi és globális problémákkal kapcsolatban őket, környezettudatosságra tudtuk őket nevelni, és akkor a kódolást azt nagyon szerették is, és úgy gondolom, hogy a kognitív képességeik nagyon sokat fejlődtek. Nagyon sokat beszéltem, tudom, ezért visszamegyek a szvébe, és csak annyit szeretnék megmutatni, hogy itt már felvázoltam magamnak azt, hogy elindult ennek a projektnek egy második része, amiben szintén részt veszünk. Más iskolák is becsatlakoztak, és már túl vagyunk körülbelül hát most február van, tehát túl vagyunk körülbelül a felén, megtartottuk a kolléganővel, az olasz kolléganővel a struktúrát, és ilyesmik történnek, hogy hát bemutatkozott kellett nekünk is csinálni, elhelyeztük, itt még nem látszik minden iskola, elhelyeztük a térképen magunkat, a Code Weekend nagyon sok kódolást forrósított meg az iskolában, benne volt a mostani harmadik D-osztály is, és akkor kezdődött a Scratch-el, ami már túl vagyunk, részt vettünk a kódolás óráján, aztán a harmadik B-sek tanították kódolni a novemberi témával, az októberi témával kapcsolatban az elsősöket, szóval, hogy ez itt szintén egy pixilárt a kötelező olvasmányainkhoz kötődően, tehát hogy aktívan csináljuk a második részét is ennek a projektnek. És akkor hát elnézést kérek, hogy sokat beszéltem, és köszönöm szépen a figyelmet.